until the end of 2020, we are spending 9.6 billion forints in the Hatvan plant on technology that will enable us to provide the leading automotive manufacturers. 9,6 milliárd forintból hajt végre fejlesztéseket a Hatvani gyárban a Bosch. Ezt jelentette be Wolfgang Stein a külügyminisztériumban. A cég gazdasági ügyvezető igazgatója elmondta, a beruházás keretében a vállalat új, korszerűbb gyártásszolgáló eszközöket szerez be. A projektnek köszönhetően bővül az üzem gyártási kapacitása, és további, a jövő biztonságos, energiahatékony és hálózatba kapcsolt autózását meghatározó új generációs termékek is készülnek Hatvanban. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő azt mondta, a Bosch egy olyan innovatív cég, ami stabil munkahelyeket jelent a városnak, és a holnap után technológiáját hozzák el ide. Szijjártó Péter arról beszélt, hogy Európa legvonzóbb befektetési környezetét hozták létre Magyarországon, mindemellett átalakították a beruházás ösztönzési rendszerét is. Manapság a technológia számít leginkább, éppen ezért kiemelkedően fontos, hogy ilyen fejlesztés valósul meg Hatvanban. A 2020 végéig tartó beruházást a magyar állam is támogatja. Ezért a kormány úgy döntött, hogy egy 1,2 milliárd forintos visszanemtérítendő készpénz támogatást biztosít ehhez a beruházáshoz, amely szükséges ahhoz, hogy a Bosch fenntartsa a folyamatos innovációt, és amelynek nyomán fenntartsa a versenyképességét is, és amellyel fenntartsa azt a tényt, hogy a Hatvani gyár a Bosch gépjármű elektronika ágazatának világszerte legnagyobb gyára, és fenntartsa azt a helyzetet, hogy a Bosch ezen szekciója Magyarországon már 5500 embernek ad munkát. A Bosch és a Hatvani városvezetés évek óta partneri kapcsolatban van egymással. Horváth Richárd polgármester szerint nem csak a gyár, hanem a település számára is kiemelt fontosságú ez a beruházás. Nagyon nagy büszkeség nekünk, azt gondolom mindannyiunknak, hogy ilyen korszerű gyártás kerül a városba, és ezáltal a város és mi városlakók is, és mindannyian a közösségünk egyre erősebb lesz. Szeretném megköszönni a kormányzat támogatását, szeretném megköszönni a Bosch menedzsmentnek a támogatását, és szeretném megköszönni minden Bosch dolgozónak a munkáját és mindennapi hitvallását. Az 1998-ban alapított Hatvani gyárban ma már több mint 5100 munkavállaló vesz részt a jövő autózásának alakításában. Hatvanban olyan csúcs technológiákon dolgoznak, ami kibocsátás, baleset és stresszmentes mobilitással kapcsolatos jövőt hoznak el számunkra.